Július 1-e minden évben a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezője. A dátum alkalmából 1992 óta minden év július 1-én országszerte emléknapot tartanak, és szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetben június 29-én nem csupán ünnepséggel emlékeztek az évfordulóra, hanem az intézmény újonnan kialakított ápolási osztályát, illetve emelt komfortfokozatú VIP betegszobáit is átadták. Az eseményen Szabó Zsolt, fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Albert Schweitzer a kórház névadójának szavaival köszöntötte a megjelent vendégeket. Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes. Én úgy gondolom, hogy ezek a gondolatok olyan találóak éppen a mai napon, amikor egy ápolási osztályt adunk át, illetve egy magasabb szintű háromszoba átalakításával létrejött szolgáltatást tudunk nyújtani, ami úgy gondolom, hogy egy gondolattá összeáll összességében. Fejlesztünk, mindannyian úgy vagyunk vele, hogy újat létrehozni, szépet építeni a legcsodálatosabb dolog a világon, főleg ez akkor igaz, amikor embertársainkért tesszük. Utalok Albert Schweitzer életére, aki maga is egész életében alázattal szolgálta a környezetét, és közben alkotott. Úgy alkotott, hogy nem fáradt ki. Nos, az Önök szakmája, szakterülete, maga az egészségügy egy ilyen feladat, ahol az ember napi szinten dolgozik, nem az apró sikerekből, nem az apró örömökből építi fel tisztán a napját, hanem az az elvégzett munka, hosszú távú munka teszi boldoggá, amit éveken, évtizedeken keresztül meg tud oldani. Az új osztály és betegszobák átadását jelképezve a nemzeti színű szalagot Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont stratégiai tanácsadója, és dr. Stankovics Éva, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet főigazgatója vágták át. Ezt követően a vendégeknek lehetőségük nyílt megtekinteni az intézmény új helyiségeit. Az ápolási osztály kialakítása mintegy 42 millió forintból valósult meg, mely az építészeti kialakításon túl eszközbeszerzést is magába foglalt. Az épület 7. emeletén átadott 24 ágyas osztállyal ismét egy új szakmával bővült az intézmény profilja. Az ápolási osztály aktív orvosi ellátásra nem szoruló, a családi gondozást átmenetileg nélkülözők számára nyújt ellátást. A sebészeti, belgyógyászati, valamint traumatológiai osztályokon kialakított emelt szolgáltatást nyújtó VIP szobák összesen 14 millió forintból jöhettek létre. Az átadó ünnepséget követően a program a rendelőintézet aulájában folytatódott a Semmelweis napi ünnepséggel, ahol Szabó Zsolt államtitkár beszédében megköszönte a kórház dolgozóinak a helytállást és azt az áldozatos munkát, mellyel egész évben ellátják a hozzájuk érkező betegeket. A mai nap a kitartásról, az emberségről és a tudatról szól, amivel minden nap önök, minden nap kedves kollégák önök helytállnak a munkahelyükön. A mai nap arról szól, hogy pár szóban meg tudjuk önöknek köszönni, és tudjuk kifejezni hálánkat, hogy milyen fontos az önök munkája. A kormány a fejlesztések területén mindent meg tud tenni, de az önök munkáját, az önök lelkét, az nem tudja semmivel sem pótolni. Ez nem pénzkérdés, nem gépek kérdése, nem új épületek kérdése, hanem ez tisztán a szívnek, a léleknek a kérdése, ahogy a Albert Schweitzer is megfogalmazta. A magam részéről szeretném mind a város, mind a környék háláját kifejezni, az idejáró betegeknek a háláját, azért a kedvességért, azért a mosolyért, azért a pozitivitásért és szakmai tudásért, amit önöktől kapunk. Én azt kívánom, hogy ez a lelkesedés, ez a kitartás, ez a kreativitás, amivel nap mint nap önök helytállnak, ez ne halljon ki önökből, és minél tovább, minél többen tudjuk segíteni az egészségügy munkáját, tudjuk támogatni a betegeinket.
Dr. Stankovics Éva főigazgató felidézte, hogy egy évvel ezelőtt a 2015-ös Semmelweis napon a sürgősségi betegellátó osztályt adhatták át a kórházban. Hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el, hogy intézményük az új ápolási osztály átadásával ebben az évben szakmai téren is még tovább fejlődhetett. Egy újabb osztállyal, egy újabb szakmával bővült az intézményünk. Én azt gondolom, hogy ha ez minden évben így fog történni, akkor egész nagy kórház lehetünk, vagy leszünk, és én azt gondolom, hogy ilyen bátran kell gondolkodni. Az ötlet, ismét azt kell, hogy mondjam, nem teljesen tőlünk származott, ezt a fenntartónknak köszönhetjük. Egy tavaly őszi konferencián a térségi igazgató úrral közösen beszélgetve, egyeztetve jutottunk arra az elhatározásra, hogy ez a szakma, ez a specifikum a kórházból, illetve a térségből nagyon hiányzik, nagyon nagy igény van rá, és örömmel mondhatom, hogy nem telt el egy év, és átadhattuk ezt az osztályt, és ez is egyfajta ajándék, én azt gondolom, az itt dolgozóknak, a térség lakosságának mindenképpen, hogy egy új szakmával bővültünk. Büszkeséggel töltenek el a VIP-szobák is, az osztályokon, most már immár a szülészeten található VIP-szobával együtt 4 ilyen kórterem áll a betegek rendelkezésére, azok rendelkezésére, akik emelt szinten szeretnék igénybe venni az ellátást, és én csak remélni merem, hogy a kormány hathatós támogatásának köszönhetően ez a jövő színvonala az egészségügy egyéb területének is. Dr. Stankovics Éva hozzátette, a fejlesztések a dolgozók kitartó munkájának köszönhetően érhetik el igazi céljukat. Semmelweis Ignác életútjának és munkásságának utolsó éveiről dr. Szabó Alíz, pszichiáter szakorvos, a kórház pszichiátriai gondozójának vezetője tartott előadást. És nagyon sok kérdés vetődik föl, hogy miért nem fogadták el a munkásságát, a kutatását, hogy halhatott meg egy elmegyógyintézetben, a boncolási jegyzőkönyv szerint többszörös csonttöréssel, bántalmazás követően, illetve összesen 2 hetet töltött az elmegyógyintézetben a bekerülését követően, és valamilyen vérbaj, ami ellen ő maga is kutatásokat végzett, okozta végül is a halálát. Csupa kérdés, csupa titok terjeng e körül a téma körül, és megoszlanak a vélemények. Felmerült itt magyar ellenesség, politikai okok, bántalmazás, a szakmai ellenfeleinek a ellenséges hozzáállása, vagy szexuálisan terjedő betegség következményében kialakult fertőzés. Hát ennek néztem én utána egy kicsit alaposabban, és a következtetést szeretném önökkel megosztani. Első kérdés, hogy miért fogadták olyan nehezen az ő felfedezését, miszerint a gyermek ágyi lázat, ugye ezt már mindannyian tudjuk, hiszen az előző években számos remek kollega osztott meg önökkel ezzel kapcsolatosan információt. Az ő általa akkor még ugye nem ismert kórokozók, de tudta, hogy valamilyen halált okozó halálanyagok viszik át a boncolást végző orvosok kezéről a szülőnők felé, és ezért haltak meg olyan sokan. És ő ezzel kapcsolatosan emellett tette le a voksát, hogy a fertőtlenítő kézmosással nagyon komoly előrelépéseket lehetett tenni a halálnak a megelőzésében. Az, hogy mégsem sikerült ezt általánossá tenni, ezt az információt, részben az az oka, hogy a publikációt nagyon késő kezdte el. Mint mai nap is tapasztaljuk, nagyon fontos, hogy mi kerül a papírra, hogy mit írunk le, mind az orvosi dokumentációban, mind az irodalomban, szakirodalomban. Ő sajnos későn kezdett el publikálni, későn írta le a felfedezését, amire ő rájött, és az 1850-es években írt először, és 1860-ban jelent meg az első könyve, Etiológia címmel Bécsben, de nem volt remek szerkesztő, pontatlan adatokat adott meg, a felfedezésének a háttérinformációit nem írta le, illetve nagyon keményen bírálta a korabeli orvosokat, akiket kvázi szintén hasonlóképpen halált okozó fertőzés terjesztésével
vádolta, vagy ezzel kapcsolatosan említette a nevüket. Tehát nem tetszést jelentett a könyv, illetve ennek az információnak a terjesztése. Másrészt pedig akkoriban még erősen éltek azok a hiedelmek, hogy a gyermekágyi láz egyféle misztikus dolog, amit a föld kigőzölgése, vagy a leányanyák méltó büntetéseképpen fogtak föl az akkori társadalomban, illetve azok az orvosok, akik sértve érezték magukat, és korábban büszkék voltak arra, hogy az ő kezük úgymond kórházszagú, nem támogatták szintén Semmelweis Ignácot ennek a tudományos felfedezésnek az általánosításában. Az ünnepségen több kitüntetést is kiosztottak a kórház dolgozói részére. Jó gyakorlati és elméleti felkészültsége elismeréseként főorvosi kinevezésben részesült dr. Szabó Aliz, pszichiáter szakorvos, aki 2014 óta vezeti az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet pszichiátriai gondozóintézetét. Megbízható munkájáért, segítőkészségéért és magasfokú szaktudásáért ugyancsak főorvosi kinevezéssel jutalmazták dr. Magyar Zsuzsanna belgyógyász szakorvost, aki 26 éve dolgozik a kórház gyógyítójaként. Főigazgatói dicséretben részesült továbbá dr. Rageh Szemir Hussein, a belgyógyászati osztály főorvosa, Kajosné Gyebnár Marianna, az Aszódi Rendelőintézet dolgozója, Bognár Péter karbantartási csoportvezető, Botos Imre betegszállító, a kórház élelmezési irodája pedig csoportos főigazgatói dicséretet vehetett át. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kitüntetését 2016-ban Dusikné Deák Dóra fizikoterápiás szakasszisztens kapta. Köszöntötték továbbá azt a 24 kollégát is, akik 40, 30, 20, illetve 10 éve dolgoznak az intézményben, valamint gratuláltak az új szakképesítést szerzett további 15 munkatársnak is. A Semmelweis napi ünnepség zárásaként a Dalvarás Show kórus vidám előadását láthatták, hallhatták a vendégek. Tudják, hogy titkot, hogy csúk ezt jövett. A világot kimozgatjuk. Egy hagyjahat csak el, egy sziklát egyben, ami esett csak távozál a megvéven. Egy büszke harci nép, megugrasz egy kicsit, csomolva még egy hercegét, és A csoport másfél évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy a 60-ban és környékén élő, szépen éneklő gyerekeket egy olyan közösségbe hozza, ahol a dalolás a mozgással egybekötve örömöt, jókedvet, boldogságot jelent számukra.